Sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit a mai előadáson. Rau Máté vagyok, és startupok fejlesztésével, mentorálásával foglalkozom, most már házon belül és házon kívül is. A mai előadás témája a startup korás gyakori buktatói, és hogyan lépj túl rajtuk. Erről fogok beszélni, nagyjából 50 percen. 50 percen túl, 50 percen belül. Na, csak sikerült kimondanom. Jó, nézzünk azonnal néhány debreceni példát. Mi itt Debrecenben a startup múlt egyébként nem messzire nyúlik vissza, mert 2014-ben lett ennek egy szervezettebb kerete, az Igen Debrecen startup és vállalkozó képzés. Ott indultak el tömegesen a startupok, és elhoztam nektek azokat a példákat, akik akkor elindultak és megszűntek. Menjünk sorba. Nem mindenki szűnt meg azért, vagy szűnt meg azért. Az Igen Debrecen egy, itt legalább látjátok, 5 startuppal indultunk el. A Plemmaster az a csapat, aki azóta befektetőt is tudott vonzani. Ez egy nagyon érdekes, ők egy működő cég voltak, fogászati turizmussal foglalkoztak, és a cég ügyvezetője néhány kollégájával együtt behozta egy startup ötletét az induló képzésünkbe, és azt mondta, hogy ők ezt ott a kedvesti alkalmakkor, meg még munkaidőnek pár órás rovására össze fogják rakni a projektet. Hát már ugye befektetést is kaptak, tehát hogy egész szépen összerakták magát a projektet. A Debrecen Hub az a város első közösségi irodája. Ez is nálunk alakult, formálódott. Itt azonnal belefutottunk egy hibába. Mi, mint képzők, vittük be ezt az ötletet, és ez hiba volt. Tehát a többi résztvevő joggal tudta azt mondani, hogy mi egy kicsit preferáljuk a saját projektünket. Tehát ezt megtanultuk, hogy a saját képzésbe, a saját projektet bevinni, az azért necces. A minden szink egy mindent mindennel összekötő csapat volt, és akkor nekik a csapaton áll vagy bukik, hogy beszürkülnek-e, vagy haladnak tovább. A Lukin egy nagyon izgalmas ötlet volt, gyakorlatilag 2 csapattag is itt van most körünkbe. Szabó Laci szerintem nem kell nektek bemutatni, másik pedig Dénes. És ők kitalálták, hogy először a fesztiválokon egymást megtaláló appot fognak fejleszteni, mert ugye nem hallod a nagy színpad előtt, hogy hívod a másikat, SMS azért eléggé komplikált már a fesztiválok későbbi időszakában, vagy későbbi óráim. És milyen jó lesz ezt egy appal megcsinálni. Na, aztán pár hetes kutatás után rájöttek, hogy ez a Sziget appba benne van alapból, ami ingyenes, tehát így pivotálni kellett. A képzésünk ez egy 12 hetes, és a felénél csinálunk egy olyat, hogy ilyen roast jelleggel minden csapatot kiállítunk, és ott a többiek elmondják, hogy miért gáz az ötletük. A végén pedig volt egy szavazás is, hogy a csapatok szerint ki a leggyengébb ötlet, és a Lukint azt egyöntetően megszavaztuk, hogy ők a leggyengébbek. Cserébe a 12-t végére belehúztak, és egy tök jó ötletet találtak, amivel meg is nyerték a versenyt, ezzel együtt pedig a pénzdíjas főnyereményt. Cserébe most már szürke a csapat, azaz ötlet az így elhalt, a csapat szétesett, és most egyéni szuperkarriereket futnak be az ott dolgozók. A másik pedig az apartman csapat, ez egy azért tanulságos történet, mert ők úgy jöttek, hogy öttel jöttek a képzésre, nem kerestek új embereket. Ők 4 informatikusok voltak, plusz egy jogász lány. Én is értettem, hogy miért. És azt mondták, hogy az apartman kiadás, keresés, teljes piacát meg fogják így változtatni. Szuper, vágjatok bele, csináljátok. A képzés az maga egy felgyorsította a folyamatokat, és 3 hónap alatt rájöttek, hogy az ötlet kuka, a csapat kuka, nem tudnak együtt dolgozni. Cserébe nagyon-nagyon köszönik, hogy mi ezt 3 hónap alatt felgyorsítottuk nekik, mert előtte 2 éve foglalkoztak vele, és még legalább ennyit beletoltak volna a szabad idejükből, hétvégékből, és most ők is itt teljesen szétmentek, meg mindenfelé elmentek. Tehát, hogy erre is jó volt maga. Aztán jött a 2, ahol már nagyobb volt azóta a lemorzsolódási arány. Itt a Glulu gluténmentes pékmanufaktúra nyert. Ez egy azért érdekes sztori, mert itt az ötletgazda talált maga mellé csapattagokat, és ők teljesen ismeretlenek voltak.
a 3 hónap alatt jól összemelegedtek, ugye egybesültek, kis pékség, ez nekem is fájt, és a végére megnyerték a képzést, a pénzt. Februárban indult ez a képzés, május-júniusban volt a döntő, augusztusban bejegyezték a közös cégüket, szeptembertől már volt egy telephelyük, ahol elkezdtek működni, aztán rákövetkező januárjában vettek fel alkalmazottakat, és a mai napig működnek, országszerte 20-akárhány helyen lehet már kapni az ő termékeiket, Debrecenben nagyjából mindenhol, ahol gluténmentes PK-okat lehet kapni. Abszolút egy nagyon jó kis csapat. Nekik is volt egy olyan, amiben belefutottak mostanában, de most nem lök minden point, majd arról lesz egy külön szlájdom is. Az Amor Factory pedig a 3D nyomtatás lázra állt rá, és épült bele. Lassan szürkülnek ők is, sok új projektjük nincs, de azért még egy-egy ilyen megbízatást visznek, tehát gyakorlatilag a 3D nyomtató, amit megvettek árát, azt szerintem, hogy le fogják dolgozni. A többiek pedig egy-egy ötlet köré összegyűlt csapatok voltak, ott tényleg mindenhol az ötletgazda mellé jöttek egy-egy jelentkezők, és így elhaltak. Az egyik ilyen okos parkolásra ment volna rá, parkolóházaknak, nem találtak piacot. A P-Boss az a nagy raktárakba okosított volna, hogy hogyan szedd össze ez a komissiózás, tehát amikor mész, és akkor leszedsz innen egy darabot, onnan egy darabot, és akkor erre volt egy ilyen világítós technikás ötletük, ők a csapat esett szét hamarabb. Az Engover pedig hát nagyon érdekes volt, ők digitális, mi ez a Zenebox újragondolása, ugye? Itt is van egy csapattag az Engoverből. A zenegép újragondolása, ugye? Digitálisan ez volt maga a koncepció. Hát igen, ez a csapat is gyakorlatilag a képzés végig élt. A 3-ban hasonlóan 2 megmaradt és 3 beszürkült projekt lett. A Prelife, ő megint egy olyan sztori, aki az ötletgazda csapatokat talált maga mellé, és ez így ki tudta bontakoztatni magát. Azaz itt az orvoskutatónak a női meddőségre találtak egy olyan megoldást, hogy akinek nem sikerül a beültetés, annak tudnak segíteni, kvázi a hatékonyságát növelni egy 20%-kal, ami ugye rengeteg, az, hogy megfogadjon a baba. És itt a kutatóorvosnak már régen kész volt a technológia, az eljárás, minden, de egyedül nem tudta megcsinálni. És amikor megkapott egy csapatot, meg magát a keretrendszert, hogy hogyan kell egy startuppal foglalkozni, akkor megnyertek azonnal 3 startup versenyt, és az egyikben találtak egy befektetőt is, aki beléjük tolt, ha jól tudom, 40 millió forintot, azt azóta elégették, most újabb pénzt hajtanak, hogy ugye megint valamit tudjanak elégetni. Cserébe már stratégiai partnersé léptek nagy német céggel, aki gyakorlatilag a teljes európai piacot tudja nekik hozni ilyen nők tekintetében, tehát hogy nagyon-nagyon szépen haladtak, tehát hasznosan égették a lóvét. A Fogó pedig egy sport edzőfoglaló rendszer lenne. Ez is elindult, összeállt, de most ilyen stand-by módban működik. Van fent néhány edző, nekik lehet foglalni a foglalásukat, de ők sem indultak el a startup úton, hogy meghódítsák a világot. A Mind Magazine egy új típusú magazin lett, meg is értek 3 kiadást, 2 nyomtatottat, egy digitálisot, de aztán a csapat szétszállt. A 3 medve, nem volt semmi ötlet a névre. Online szoba foglaló rendszer, ez a nevébe leírja, de találjunk ki valami viccesen mellé. 3 medve, ugye, mert bejössz, eszel a kis ételemből, iszol a kis vizemből, alszol az ágyamba, legyen egy szoba foglaló rendszer. Hát igen, ez ennyivel igen, ilyen betörő foglaló rendszer is lehetett volna, de nem az lett. Cserébe a piacot, mikor itt felkutatták, akkor kiderült, hogy van egy török szereplő, aki uralja Európát is. Pont a közép-kelet-európai régióban nem volt, tehát hogy itt még lehetett volna rés. És akkor meg is lett volna az exit, hogy ő kivásárolja fel magát majd ezt a csapatot, de addig meg nem mentek tovább, mert itt az ötletgazdának van egy saját cége, és inkább arra feküdt rá. Az irodapiac meg gyakorlatilag a nagy irodaházakhoz vitte el a biopiacokat. Ez se tipikusan startup, ugye mondtam, hogy ez nekünk egy ilyen startup és vállalkozó képzésünk. Itt gyakorlatilag ez még megy is annál néhány irodaháznál, ahol együtt működnek. Aztán jött a 4-es, ez ugye egy friss 1 évvel ezelőtti. Itt egy sült krumplival nyerték meg a startup versenyt. Nagyon jó volt, mert a 2 perces, ugye a döntőben 2 percet volt a pitched, az előadásod
átadására, és ők ez a 2 perc alatt kisütöttek egy krumplit a zsűrinek, és kivitték, és kóstoljátok meg magába a kis tálkájukba, és erre felépítették, kiszámolták mögött a matekot is, tehát tök jó. Ők is azóta megcsinálták a kis kocsijukat, ez is tényleg egy ilyen súlygrumbis kocsit képzeltek el, ami menne a fesztiválra, és a Campus Fesztivál majdnem megjelentek. Ugye, ez sok mindenkiről elmondtad, hogy majdnem megjelentek valahol, igen, igen. Ja, és a Sziget Fesztiválon is majdnem megjelentek, de nem. A Campuson az volt, hogy nem, igen, a beszállítók és a partnerek, az is egy fontos tényező. Nem készült el a munkás a kis kocsival, akire rábízták, és így gyakorlatilag lemaradtak a fesztiválról. Aztán most valami újabb nagy robbanást keresnek. A fabrikáról egy ilyen közösségi alkotótér, tök izgi, mert a gyerekeknek hagynak technológiákat kipróbálni, körfűrésszel játszál, ugye, ugye ez az újjaidra, 3D nyomtatóval, meg hasonló CNC marógép, ilyesmi, de egyrészt ezt felügyelik, másrészt meg még nincs helyük, tehát ez az ilyen startupoknál, akik arra mennek, hogy legyen egy helyünk, és akkor majd abba töltünk be programokat, ott a hely az egy nagyon-nagyon szűk keresztmetszet, azt találni iszonyat nehéz, míg azt mondanak, hogy tele van bérelhető helyekkel, itt is lehet az épület mögött egy nagy telket bérelni, de hogy az drága, nem tudják igazdálkodni, tehát ez az ilyen hely kell nekünk startup, az mindig kicsit billeg. A Centiméter az egyik kedvencem volt, illatgombokat fejlesztettek, még egyszer illatgomb, tehát hogy ezt felteszed magadra, megnyomod és akkor illatozik. Ugye? Már itt tudunk, a Wunderbaum is ilyesmi volt, csak ezt kiszedted a csomagolásból, de ők nem ezt látják, hanem több fajta illatot tehetsz egyben, kombinálhatod, személyre szabhatod, van a csábító illat, van az üzleti tárgyalásos illat, van a fesztivál illat, stb. Ezeket variálhatod. Nekem nagyon-nagyon bejött az ötlet, de rengeteget veszekedtünk otthon a feleségemmel, mert szerintem ez egy hülyeség. Ebből levontam a következtetést, a célcsoport nem a nők. Őket már megfertőzte a divatipar, meg a kozmetikaipar, meg hogy a parfümöt azt nem így kell venni. Szerintem a férfiakból lett volna a lehetőség. A csapat egyébként megy, itt is szétszélettek, de akik együtt maradtak, ők még elkészültek egy prototípussal, és most azt szagolgatják. A nagyon érdekes sztori volt, és zölddel jelöltem a Debrecenetem Genomika Központja. Itt a Prelife ötletgazdája hozta be a munkatársait, és ez egy számunkra is érdekes volt, hogy egyetemen belül lehet-e innoválni. Egyébként lehet, még könyveket is írtak róla. És ők már így a kollégáinak adott egy ilyen üzleti képzést, üzleti szemléletet. Nyilván a finanszírozási oldal nekik neccesebb, pályázatba gondolkodtak, azt azóta meg is nyerték, tehát hogy el is fognak majd indulni most azzal az ötlettel, amit ott kidolgoztak. Volt 2 ötlet, ami azóta nem megy tovább, a Quarby az egy chatbot lett volna, és itt technológiai kihívások voltak, belebotlottak a Geek VR, az ugye benne van a nevébe. Gyakorlatilag, de ők is, ahogy a hely miatt buktak meg, egy helyet szerettek volna, ahol VR cuccokat tudsz kipróbálni, de nem volt helyük. Szóval így nehéz. És cserébe meg akiknek volt helyük, azok megvettek egy-két VR cuccot, bedobták, aztán nincs elkereslet. Így kvázi validálták az ötletet. És most fut az 5. képzés, most indultunk el szeptemberbe, itt nyilván minden projekt zöld, mert most indulunk, most megyünk, nem is logózgattam még senkit, csak azért, hogy lássátok, hogy miből lehet startup, gyakorlatilag mindenből, vagy majdnem mindenből. A Drucker az egy olyan társasjáték, amit meccsnézés közben használsz, és kvázi az online sportfogadás teszi offline-á. Ott teszi izgalmasra mondjuk a magyar válogatott mérkőzéseit is, hogy ott fogadtok egymással a haverokkal, hogy hány szöglet lesz, bedobás, kirúgja az első gólt, stb. És ezt mindent olyan zsetonokkal, korongokkal, kicsit ilyen rulettszerűen, hogyha elképzelitek, nagyon izgi, nyilván a jövő évi VB-re tervezik azt, hogy berobbannak és mindenhol ennek. A Meséld el egy személyre szabott meséskönyv ötlete, ha bedobod a történetedet, akkor kapni fogsz rá egy tényleg maximálisan rád personalizált sztorit. A NutriMed szintén személyre szabott, itt viszont vitamint kapsz, táplálékkiegészítőt. Ezt is én úgy képzelem el, mint egy ilyen Nespresso gépet, kitöltöm az appon, hogy mik vannak, mik az én tulajdonságom, és akkor kidobja azt a béres cseppet, amit utána szednem kell. Nyilván ezt a feleségem is megtudja, a család többi része, és csak a kis utántöltőket kell folyamatosan rendelni. Izgalmas, ilyennel még nem találkoztam, lehet ugye ez lesz benne a nagy újdonság. Aztán a Restup éttermekbe visz be ilyen tabletet, és azon lehet rendelni, és abban van még extra sok-sok feature.
Ez is újdonság, mert ilyen se sok van, nyilván van, de pont olyan, amit ők gondolnak, olyan elvileg nincs. A SmartMark pedig egy biztonságtechnika, ugye most a kellettelen helyzet fokozódik, és emiatt a biztonságtechnikai startupoknak is nagy piaca lesz. Ők pedig egy ilyen bóját találtak ki, ami ilyen mobil biztonsági cucc, azaz viszont a bóját, és akkor az felismeri a rendszámokat, meg a jó csajokat, meg hasonló. Aztán majd lehet, hogy a Lukin abban jelez, hogy hello, vele kellene találkoznod. Na nem, tényleg ők ezt más sem gondoltak el. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy ki fognak továbbni, de most ha így összességében nézitek, ugye az ötösökről még nem tudunk mit mondani. Egyébként az nagyon érdekes, hogy már kiforrott koncepciókkal jöttek, vagy már akár kész termékekkel. Tehát mind a SmartMark, mind a RestUp, mind a Drucker, de még a meséldelnek is vannak már prototípusai. Ez a kész termékek, amik mögé a csapatot keresik, az üzleti modellt keresik, meg a kitörési lehetőségeket. Míg ugye korábban sokkal több volt az ötletszintű dolog, és abból ugye nehezebb nőni. Ehhez képest ugye a fele megmarad. Na most mitől marad meg? Ezekről fogunk beszélni, hogy hol lehet elbukni, és azokon hogyan kell átlépni. Jó? Az első hibázási lehetőség, nem kell senkinek a cuccod. Ki ismeri fel őt? Az ilyen emberfelismerős játékból. Sok minden lesz. Nem? Na, mondjátok, dobjátok be. Nincs meg? Magyar. Igen, magyar. Balog Petya, Balog Péter Petya. Ő a Navengo, iGo, NNG-nek az alapítója, ami kvázi egy startup volt, aztán felnőtt 800 fősre, meg több milliárdosra. Ők rakják be a GPS-eket az autóba, tényleg Ferrari-tól kezdve nagyon sok mindenbe, és eladta. Alapítója volt, CEO-ja lett, csinálta sokáig, aztán eladta, és most azt a pénzét forgatja vissza startupokba. A Bacon Sült Consulting Kft-nek az alapítója, és megmerték pályázni egy ilyen állami akciátor pályázatot, és nyert a Bacon Sült egy állami pályázatot is, tehát hogy már van állami forrásuk is, vagy hát egy ilyen EU-s pénz, amit ki tudnak helyezni, meg neki is van nyilván sok pénze, amit ki tud helyezni. Eddig elvileg a saját vagyonából egy olyan 250 milliót helyezett ki projektek, be. Maga az oldala is egyébként tök izgi, hogy leírja, hogy kivel igen és kivel nem dolgozok együtt, mi az, ami engem egyáltalán nem érdekel. Ami a legeslegizgalmasabb, hogy a LinkedIn-en vezet egy Startup Coelho-s blogot. Ez gyakorlatilag hashtag Startup Coelho, így rá tudtok keresni. Szuper jó, ilyen saját sztorikat dob ki, minden ilyen kis egypercesben fogyasztható dolgokba. És ő arról, hogy nem kell senkinek a cuccod. A következőket mondja, hogy ez azért nem ennyire egyszerű. Először is ugye nem kell a kutyának se, ugye erre gondoltunk. Aztán túl kevés kutyának kell maga a cuccod. Vagy kell elég embernek, de senki nem fizet érte. Ugye itt még mind el tudunk bukni. Kell is fizetnek is, de többe kerül egy vevőnek eladni, mint amit fizet érte. Ugye itt már fontos lesz az, hogy már van valamilyen marketing, valamilyen sales tevékenységet, felépíted el az üzletet, és ha ezeket a számokat összehasonlítod, akkor hónap végén valahogy mindig mínusz van. Valamint el lehet adni sokaknak, de nem lehet megtartani az ügyfelet, azaz neked folyamatosan pénzt kell tolnod a bizniszbe, hogy jöjjenek az új ügyfelek, nem tudod őket visszatérővé konvertálni. Ez mind-mind azt jelenti, hogy nem kell a cuccod senkinek. Ugye? Már is egy csomó lépés, vagy csomó hiba, amiben bele tudjuk ringatni magunkat. Például a Snapchat, kell elég embernek, de senki nem fizet érte. És már tőzsdén van. Kicsit lufi szagú. De akik tolták bele a kockázatítők is, ők tudták, hogy ezt el lehet vinni tőzsdére, aztán majd ott ők kiszállnak így szépen titokba, mert hogy a mai napig nem tudta még monetizálni azt a felhasználó bázist, ami van. Cserébe, amikor fel akarta vásárolni Zuckerberg és Facebook, akkor simán nemet mondtak rá, mert mit nekünk, $1 milliárd. Zuckerberg meg ez egy kicsit berágott, és most a Messenger már mindent tud, amit a Snapchat is. Ja, ez is érdekes, hogyha lemásolod, akkor hogy lehet. És gyakorlatilag hogyan tudod elkerülni azt, hogy a cuccot kelljen az embereknek, azt a Lean Startup modellel tudod. Ugye van ez a könyv, Lean Startup. Tök jó. Ki olvasta? Még nem mindenki. Finoman fogalmazva. Nagyon jó, de nagyon régi. Tehát szimbolikusan ezt így kidobhatjuk. Mert a tudás benne tök jó,
Viszont a tudás benne tök jó, viszont amit leír a piaci környezetről, üzleti környezetről, az már nem releváns. Mert ő mit mond? Azt, hogy használd ezt a modellt, haladj ez alapján, a Lean Startup modell alapján, mert ezzel tudod megverni a versenytársaidat. Mert ezzel tudsz előzni mamutokat, ezzel tudsz megelőzni hagyományos nagyvállalatokat. Viszont ezért régi a könyv, egy 10 éves könyvről van szó egyébként, mert már minden nagyvállalat ugyanezen modell alapján dolgozik, ugyanezen modell alapján építi fel a saját innovatív projektjét. Ugyanúgy kis startup innovatív csapatokat raknak össze, ugyanúgy összevonja a különböző divíziókat, már nincs elszigeteltség, már fejlesztési környezetben ugye nem a waterfall modellt követik, hanem Scrum és Kanban, teljesen átmentek ezek a hétköznapokba, és mindenki ez alapján dolgozik, tehát ezzel már nem tudsz előnyt elérni. Viszont, megfordítva, szükséged van a könyvről, és most szimbolikusan kivehetnénk a kukából, mert mindenki ez alapján dolgozik. Ergo, ha nem így dolgozol, biztosan le fogsz maradni. Mit jelent ez? Ugye lefordítva, hogy ha van egy hipotézised, azt minél előbb validáld, teszteld az ügyfeleken, és akkor az iterációval pörgesd újra, építs abból egy újabb hipotézist, és azt újra validáld. Ideális esetben ez az egész folyamat egy felfelé menő spirál, egyre piacképesebb ötleteket tesztelsz. És ez tényleg azt jelenti, hogy már nincs 6 hónapod termékfejlesztésekre, már nem lehet az, hogy elszigetelten dolgozol az ügyfelektől a piactól, hanem azonnal tesztelned kell minden ötletedet az ügyfeleken. Ki kell vinned a prototípusaidat is a piacra, és azt is meg kell nézni, hogy veszik-e. Mert ugye nem azt kell nézni, hogy megvennéd-e, hanem hogy megveszi-e, fizet-e érte. Ez ugye egy nagyon fontos dolog. Mivel lehet, ugye az MVP-t is jól ismeritek, ez a Minimum Viable Product koncepciója. Ugye ez a hogyan ne, ez pedig a hogyan igen verzió. A hogyan ne mit jelent? Az, hogy egy kereket, egy alvázat, kasznit fejlesztesz 3 lépésben, és utána csinálsz egy autót. Na most itt az ügyfélel sosem tudod tesztelni magát a termékedet, míg a hogyan igennél meg mindegyiket tudod ügyfeleken tesztelni, ezért ők ilyen szép mosolygósak lesznek. És a nagyon-nagyon nagy különbség, hogy mindig más hipotézist tesztelsz. Tehát, hogy van egy víziód, van egy elképzelt jövőképet, hogy te egy autót fogsz készíteni, de először azt teszteled, hogy akarnak az emberek gyorsabban menni. Majd akarják ők ezt irányítani. Utána akarnak-e valamilyen automatizmus, motorizálás belevinni, de hát igazából itt lesz az, hogy ténylegesen motor, meg az, hogy mondjuk még más valakivel együtt menni, itt pedig az, hogy még biztonságosabban, még többen, stb. És ez a fajta fejlesztés kell ahhoz, folyamatos, boldog ügyfél visszajelzések mellett, hogy a piacon életképes, innovatív terméket tudj vinni. És az, hogy Erik is rájött, hogy az ő ötlete az már kukába való, most fogja publikálni az új könyvét, tényleg a napokban, ha jól tudom, a The Startup Way-t, ezt még én nem láttam, még nem olvastam, de nagyon ajánlom mindenkinek, hogy igen, olvassa el ezt is, de mellette már mindenképpen ezt is. Mit ír a két főelem? Ugye kicsit összetettebb lesz, mint a kis körábra. Egyrészt Continuous Innovation és Continuous Transformation. Most már ez kell ahhoz, hogy a piacon életképes legyen, és a versenyben hely tudj állni. A második buktató, nem jó a csapat. Ugye, hogyha visszaemlékeztek egy csomó debreceni startupos példánál is elmondtam, hogy a csapat így, a csapat úgy, és amiatt nincsenek együtt. Na most van egy ilyen képem, milyen vagány már, ugye? Tiszta like mágnes. Ezt kirakom, és tényleg én egyedül a hegy tetején, a világ fölött gyakorlatilag, nem én vagyok egyébként, de kamu, mert valaki ezt fotózta. Nyilván nem egyedül ment fel, viszont amikor felmentünk, akkor igen, kiállunk, és akkor megmutatjuk, hogy én itt felmentem. Mert hogy igazából csapatban kell dolgozni, csak csapatban érhetsz el sikert, én ebben hiszek, mindig kellenek társak, akivel együtt tudsz menni, és a csapatot kvázi eszenciális, hogy kijöjjetek egymással, ugye? Erről is lesznek még. Jó, a harmadik ilyen hibázás lehetőség, nincs fókusz. Ugye ez azt jelenti, hogy
fejlesztünk ezt is, megyünk arra is, csomó-csomó hipotézis dobunk be, amit egyébként a Lean Startup előír, hogy igen, teszteld a hipotéziseket folyamatosan, és nehogy már csak egyet-egyet fejlesz, viszont valahol határt kell ennek szabni. És ugye nem hiába van a Kanban-nál is a tábláknak egy-egy limitje. Tehát, hogy elér minden, több mindent lehet párhuzamosan csinálni, de azért van egy max, és akkor utána azt onnan tovább kell vinned. Ergo, tudnod kell, hogy mi az, amit ténylegesen fejlesztesz. Ugye ez min szokott múlni egyébként a vezetőn. És hogyha milyennek kell lenni a jó vezetőnek, motiválnia kell, tudja a víziót, tudja, hogy merre tartotok, folyamatot menedzsel, mindig egy lépéssel előbbre lát, mint a csapat, tudja, hogy mi lesz a következő, a harmadik, stb. A kommunikális kérdés, fontos interakcióban van egyrészt ugye a csapattagokkal, másrészt a piaccal, az ügyfelekkel, merünk tőlük kérdezni, merünk neki kommunikálni akár jövőképeket, akár ugye prototípust úgy tesztelünk, hogy elmondjuk nekik, ezt fogjuk csinálni, és akkor arra vannak visszajelzéseink. Tehát ez folyamatos kommunikáció, valamint win-win gondolkozik. Az egyéni, a céges érdekeknek össze kell érnie, és úgy tud mindenki a legtöbbet hozni. Ezt egyébként nem egy könyvből szedtem ki, volt egy ilyen képzésünk, ahol összejöttek hasonló intelligensen néző fiatalok, és akkor bedobtuk nekik, hogy szerintetek milyen a jó vezető, dobáltunk szavakat egy flipchart táblára, és a konklúzió lett ez, de szerintem bármilyen motiváló blog lesz lehozni egy cikkben, mert ő is úgy gondolja, és szerintem is jó eredmények jöttek ki. De ha úgy gondolod, hogy kicsit nehéz ez, meg hogyan lehet, akkor merítsünk motivációt a múltból, ki ő, ki ismeri fel. Néhányan csalhatnak, amit tegnap hallották. Seneca egyébként, Krisztus után 50-ből egy filozófus, azt mondta, hogy a szorgalom a közepes tehetség legnagyobb segítője. Nem baj, ha nem te vagy a következő Richard Branson, vagy hasonló nagykaliberű úriember, vagy hölgy, ha elég szorgalmas vagy, akkor bele tudod tenni azt a pluszt, és azzal a többiekkel tudsz menni. A negyedik buktató, elbukik a kivitelezés. Ugye ez maga az execution. Itt a kivitelezésben direkt oda tettem, hogy ami mindig a legnagyobb para, ez a marketing és a sales. Az, hogy nem tudjuk elmondani másoknak, hogy van ez a nagyon-nagyon jó cuccunk, vagy, és akkor utána ők ugye érdeklődők lesznek, vagy nem tudjuk őket átkonvertálni vevőkké, nem akarják megvenni a cuccunkat. Ez a tipikus, aminél szoktunk bukni, egyébként ez szerintem egy tipikusan magyar startup hiba. Aki nem esett a hibába, az ő Rubik Ernő. Gondolom, őt ismeritek. Most őt nem tettem be, legalább a kockáról. Ő mondta ezt, hogy tele vagyunk ötletekkel, én a megoldásokat kedvelem. Ki ismeri a Rubik kocka történetét? Na? Néhányan már, csak. A Rubik kocka egyébként nyilván az Rubik úr találmánya meg ötlete volt, de az, hogy miért lett sikeres, és miért van abban a három dologban, amiről ugye ismerik a magyarokat, Rubik kocka, gulyás, puskás. Azért került oda, mert ugye ez is nagyon-nagyon hamar külföldre ment. Mégpedig amerikaiak álltak be a találmány mögé, és azt mondták, hogy ez nekünk nagyon-nagyon tetszik, csináljuk közösen. És Rubik Ernő volt annyira okos, hogy ezt belátta, hogy ebben nekem kell a marketing szélzbe segítség, és még el is osztották így a tulajdó részeket is, és egyetlen egy feltétele volt így az amerikaiakhoz, azt mondta, hogy rendben, vigyétek, terjesszétek, toljátok, értékesítsétek mindenhol, de a gyártás hogy maradjon Magyarországon? Ne csak én kapjak belőle ilyen jutalékot, royaltit, azért mert az én szellemi tulajdonom, hanem az emberek is, akik dolgoztak a gyárba. Az amerikaiak mondták, hogy persze minden gond nélkül, viszont egy év alatt több kockát adtak el, mint amit a magyar gyár tudott volna és termelni, és a magyar gyár nem tudott úgy skálázódni, nem tudott úgy növekedni, ahogy az amerikaiak eladtak, így végül a gyártást is kivitték az országból. Ettől függetlenül ugye még Rubik úr családja még mai napig részesül ebből az innovációból, az amerikaiak gyönyörűen körbevették ugye a szabadalmakkal is, mindenki, az összes kínai gyár másoló kapja azonnal a jogi felszólítólevelet, hogy ezt nem szabad, de persze ők újabb azt kitalálnak és újabb céget hoznak létre. Tehát így van folyamatosan másolás, egyébként ettől sem kell félni.
De az amerikaiak vitték végül is sikerre, és 2015-ben ő a Fornci napján volt, 2015-ben a Rubik valamilyen kerek évfordulója volt a feltalálásnak, és az a Rubik éve volt. Na most ezt nagyjából Magyarországon így megünnepelték közepes szinten, nem tudom, hogy tudtatok-e róla, hogy egyébként Rubik éve volt 2015-ben, de Amerikában sokkal hangosabb volt. És miért? Hát egyrészt nyilván az ottani érdekeltek, másrészt ott olyan cégek álltak mögé, mint a Google és a Facebook, és mikor megkérdezték a Google-os fiúkat, Erik Schmidtet, hogy miért álltak be egy Rubik kocka mögé, meg egy ilyen magyar találmány mögé, akkor mondta, hogy hát azért, mert ő körbejárt, és így a minden második, harmadik programozó asztalán talált egy Rubik kockát. És mikor látta, hogy fú, ezt ennyien használják, meg hogy ez ilyen tök jó kis játék, akkor így tudta, hogy igen, ez egy fontos része ennek a gondolkodó innovatív kultúrának, és nyilvánvalóan ők akkor támogatják. Ilyen tök izgalmas dolgokat csináltak a Rubik évébe. És hogyan tudod a megvalósítást nem elrontani? Mit tudsz segítségül hívni? Hát a számokat, ezek a KPI-ok, Key Performance Indicator. És itt kaptam egy nagyon visszajelzést, hogy ez Indicators. Tehát, hogy itt azonnal több mérőszámot kell gondolni. Ezek a kulcs teljesítmény mutatóid. Mi is használjuk ezt a cégen belül, ugye ezt scorecardoknak hívjuk. Itt el kell döntened, hogy mit mérsz, mik azok a kulcspontok, amik nagyon fontosak. Egyébként ilyen 5-6 szám az pont elég egy cég méréséhez. Folyamatosan elemezned kell az adatokat, tehát ezek lehetnek olyan számok, amit évente egyszer mérsz, de inkább, mivel ugye folyamatosan iterálsz, folyamatosan fejlesztesz a Lean Startup-ba, ehhez folyamatosan gyártod a számokat, és ott a folyamatos adatokból elemzed, majd visszacsatolod, ugye megint ugyanarról a modellről beszélünk, hogy ha megvannak a tapasztalatok, akkor a tapasztalatmérésekből tudunk következtetést levonni. Jó, és néhány szó, mi a KPI, ugye ez mérhető, a siker zálogai számokat tartalmazza, a céges célokhoz vannak kötve, jó, 5-8-at javasol, hogy annyiban határozok meg maximum, és ugye a teljes cégen konzisztensen használni kell. Jó. Így néz ki csúnyába, ez az, amit szerintem mindenki tud létrehozni. Nagyon fontos tényleg, hogy mondjuk ilyen törcsér ábrát tudjál végezni, törcsérelemzés, tehát tényleg nézd meg, hogy hány embert értél el, mennyien jöttek el az oldaladra, mennyien nézték meg a kosarat, és akkor hányan iratkoztak fel. Ezek lesznek azok a fontos mérőszámok, amiket ha mérsz, akkor jó úton jársz, akkor tényleg az üzleti céljaidat méred. Tehát ilyen nem csak azt kell nézni, hogy hányan lájkolták a Facebook oldalamat, hanem aztán a további számokat is ugyanúgy követned kell, hogy abból tényleg lásd a fejlődésedet. És itt a megvalósításhoz még egy idézet, itt sem játszottam, hanem kiírtam, hogy ő Zábói Péter. Azt mondta, hogy a mai generáció többször változtat meg foglalkozást, mint a szüleik munkahelyet. Ez ugye izgalmas, és erre is vannak cégen belül is példák. Most akiket mondani akartam, nincsenek itt, így azért sem mondom őket. De biztos tudtuk olyat, akinek nem a feltétlenül a diplomájának megfelelően dolgozik, nem abban a szakmában helyezkedett el. Ez az egyik része. A másik része, hogy ha ti startuperek vagytok, akkor ez nem csak a gyerekeitekre rátok lesz hatással, hanem így a piaci környezetre is. Tehát, hogy olyan termékeket, olyan oldalokat kell kitalálni, ami még ma nincs, amit még ma nem látunk, ezért kell a folyamatos fejlődés, folyamatos tanulás, folyamatos kérdezést beépíteni a kultúránkba. Jó. Egyébként Péternek van egy könyve a startup felnőtteknek. Na, ezt kiolvasta. Egy ember, igen. Mert Péter sajnos elhunyt, tehát a könyvét azt már szerintem nem nagyon lehet beszerezni, de nekem volt kettő otthon, így ez például pont gazdagítani fogja a céges könyvtárat. Tehát egyet behoztam. A kötet egyébként ő mondják azt, hogy a magyar startup kultúra meghonosítója, mert Pesten ő kezdte el a meetupokat és a hasonló networking eseményeket, az ilyen startupos konferenciákat, hozta be a kultúrát, az egész rendszerbe, támogatott, mint ugye üzleti angyal startupokat, és ezáltal ugye tanított is folyamatosan.
De ő múlt is volt. Viszont a múltin belül mutatta meg, hogy hogyan lehet startupozni, mert hát én tényleg ilyen globál multinak volt az ilyen európai menedzsere, vezetője, és tartozott hozzá 18 ország, és ő meghagyta azt a szabadságot a 18 country directornak, hogy saját maguk találják, hogy mit akarnak abban az évben csinálni. Tehát ugye ez egy teljesen más szemlélet volt, azonnal tényleg vállalkozókká váltak, mert saját maguknak határoztak meg célokat, termékfejlesztéseket, hol akarnak, mivel akarnak jönni. Nem az volt, hogy a multi osztja le, meg bontja le a célokat. És ezáltal nyilván épített sikeresebb csapatokat, meg sikeresebb termékeket, amit aztán könnyen tudtak skálázni, könnyen tudtak vinni egyik országból a másikba, mert ugye alapból egy multi volt mögötte. Tehát ez így az ő sztoria. Röviden. Ötödik hiba, az alapítás nincs írásba foglalva. Ez egy nagyon érdekes, gondolkoztam, hogy ezt behozzam-e, mert igazából szerintem egyik startupunknál se volt írásba foglalva, de hogyha amerikai piacra akarunk menni, akkor viszont oda le kell írni, és látni kell előre, akár több lépcsővel előre, hogy hova akarunk elmenni. Ez a... Ki ismeri fel őt? Igen? Mondd a nevét. Igen? Jó. Többieknek még segítek. Na, itt se, volt Forbes címlapon, Life After Facebook névvel. A neve se sok segítség, ugye? Lehet, hogy írta a Zero to One. Igen, pontosan ő írta. Peter Thiel egyébként ő a PayPal alapítója is volt, a Facebookba pedig szintén tőkét rakott be, és még ma is benne ül a boardba, az igazgatóság tagja. Elég komoly startupokat is épített, például a Palantírt, abban is benne van a Palantír, megvan ez a top 10 legnagyobb startup, biztonságtechnikai ők is. Befektetett a SpaceX-be, a LinkedIn-be, tehát ilyen kisebb-kis garázscégekbe. És írt egy könyvet, a Zero to One-t. Ugye mi ez a cím? Az, hogy másolni, abból újat készíteni, tehát egyből kettőt, kettőből hármat, azt nagyon sokan tudnak, nagyon sokan is csinálják, de nulláról egyet, tényleges innovációt alkotni, nagyon nehéz. És ő erről ír ebben a könyvében, hogy hogyan lehet kicsit megosztó stílusú, Csaba például nem bírja, meg ő beállt Trump mögé, tehát hogyha még akarunk ilyen pletykákat, viszont... Viszont vannak jó gondolatai. Azt mondtam. Vannak jó gondolatai. Egyrészt van egy kis önbizalma, és saját magáról nevezte el a TIA törvényének az alapításról szólót. Ő abban hisz, hogy le kell írni azt, hogy most hogyan alakulnak a kontrollok, a tulajdonok, ez hogyan fog hígulni, hogyan fog változni idővel, ha ilyet vonunk be, ha olyat, ki az igazgató, ki a menedzsment, ki csak a tulajdonos, milyen típusú részvények vannak, stb. Mert ő azt mondja, hogy Amerikában így kapsz gyakorlatilag befektetést, hogyha látják előre több lépcsőre, hogy te már ezzel is terveztél, ezzel is foglalkoztál. Nyilván, ha még csak összejött, és hát igen, a foundationben van az is, hogy kik legyenek az alapítók, hogyan válasz magadnak csapattársat, meg még vannak jó gondolatai. Az egyik például a verseny, mint ideológia, ezt ugye a közgazdaságtanban tanítják, ez tök jó, a verseny ugye segít abban, hogy fejlődjünk, segít a új termékeknek, segít az árak ugye piachoz szabásában, de szerinte ez kamu. Szerinte mindenkinek arra kell törekedni, hogy monopolt építsen, szerinte mindenkinek találni kell egy olyan, ez is egy másik olyan, ez a kék óceánt, egy olyan új dolgot, amire hogyha betör, akkor ott ő lesz az egyeduralkodó. Ilyenre is tudunk példákat, a nem körtés telefonokat például. És a harmadik, ez is nagyon tetszett, hogy if you build it, will they come. Ez megint csak eloszlatja azt a TIF képzetet, hogy van időnk fejleszteni. Találjuk ki, csináljuk meg, és amikor csillog-villog, akkor dobjuk piacra. Hát nem, gyakorlatilag együtt kell fejlesztened a marketingedet, a szélszedet, a kommunikációdat, a termékfejlesztésedet, mindent együtt kell vinned, és a terméket kell módosítanod. És úgy tudsz akár tényleg egy kék óceánt meghódítani. Jó. Hatodik hiba, befektetőt keresünk, nem vevőt.
ez így érthető, nem? Tehát mehetünk tovább. ez tipikusan megint csak egy inkább azt mondom, hogy nyugat-európai, de már látunk rá akár budapesti példákat is, hogy kitalálnak valamit, van néhány vevőjük, van néhány csillogó számuk, ezek pont nem KPI-ok, hanem csak olyan számok, hogy ilyen nice to have dolgok, ilyen izgalmasabb, nagyobb eredmények, és erre a befektetőt keresik. És nem az új vevőkön dolgoznak, hanem ezzel a számmal házalnak, és próbálnak meg rá lóvét bevonni, amit aztán meg el tudnak égetni. Tehát, hogy ez hogyha rákerestek ilyen startup bukások és hasonló cikkekre, mindenhol benne van a top 10-ben, hogy nagyon sok startup esik ebbe a hibába, hogy megyünk a lóvé után, miközben pedig céget kell építeni, és ha egyébként vonzó vagy, akkor úgyis jönni fognak a pénzek, tehát ez tipikus, hogy amikor nagyon jó megy, akkor kapsz hitelt, tehát akkor adnának a tőkét is, tehát akkor akarnak beléd fektetni és egy kis darabot kapni belőled. Erre kell menni és erre kell hajtani. Jó, az utolsó ilyen bukás, az pedig a gyenge üzleti modell. Talán ez az egyik legfontosabb. Itt ugye mire gondolok? Kitaláltál valamit, hogy hogyan fogsz belőle pénzt csinálni, és az nem úgy lesz. Tehát ez például az összes debreceni projektnél is felmerült, hogy elindultak egy vonalon, és akkor utána kitaláltunk egymást. Ez az úgynevezett pivotálás, hogy fókuszt váltasz. De a fókuszváltásnál nem feltétlenül a termékedet fogod lecserélni, hanem csak azt a módszert, amiért pénzt fogsz kérni belőle. Például tegnap az éttermes tabletes projekttel beszélgettünk ezzel kapcsolatosan, hogy ők miért kérnek pénzt. Nyilván azért, hogy kiváltják a pincéreket, mindenki magának tud rendelni a tableten, és akkor így rendelés meg forgalom alapon tudnának pénzt kérni. Vagy ők adják ezt a rendszert, a folyamatos támogatást, szupportot, stb., és akkor ilyen bérelhető szoftverként ezt megvetted, meg a tableteket is veszed, azt is mindig újítod, tehát fizethetsz egy fix havidíjat. Aztán belementünk, hogy mi van, ha valakinek már az is érték, hogy tableten digitálisan van az étlap. Még nem tudják, ez egy hipotézis, amit tesztelni kell, amit ugye validálni kell. Lehet, hogy valaki már ezért fizetne, mert megunta azt, hogy mindig újra kell nyomni az étlapokat, vagy csak ugye leragasztják valamivel, hogy ez most nincs, vagy kisatírozzák, vagy átütik a 790-et 990-re egy ezével. Tehát, hogy sok ilyen van. És mi van, hogyha már azért fizetnének? Vagy belementünk, hogyha ebből neked folyamatosan mindig van adatod, lehet, hogy abból lesz pénzed, hogy a hét végén adsz egy ilyen összefoglaló elemzést, mi fogyott, mivel fogyott, mit kellene kiemelni jobban, mit néztek meg nagyon sokan, mi az, amire így rákerestek, mondjuk, hogyha van benne egy kereső funkció. Tehát kvázi egy ilyen üzleti intelligenciát mögé tenni, és ez alapján tanácsokat adni az éttermeknek. Ugye ez mind-mind más üzleti modell, de maga a termék az ugyanaz, vigyünk tabletet, váltsuk ki tablettel az étlapokat. És ez is kvázi egy startup sajátosság, hogy az üzleti modellednek kellően rugalmasnak kell lenni arra, hogy miért fognak fizetni az emberek, az ügyfelek. És az utolsó játék előtt, akkor toljunk már be még az utolsó két könyvajánlót, aztán ezeket megvásároltok az asztalán egyébként, nem viccelem. A Get a Grip Gino Wickman könyvét ki ismeri, ki olvasta? Na, nem? Tényleg? Kollégák se? Írtak egy másikat, Traction, azt lehet, hogy ismeritek. Megírták a Traction-t, és aztán írtak belőle egy ilyen Get a Grip-et, ami tök ugyanaz, de ez egy sztoriba csomagolta az egészet. És ugye sokkal könnyebben, meg sokkal jobban tudsz tanulni, hogyha sztorikat hallgatsz meg. És a sztori egyébként, hogy van egy szenvedő vállalkozó, nem tudja az innovációt, hogy merre menjen, hogyan építse fel a cégét, kikre hallgasson, és hogyan szervezze, és az EOS rendszert indítják be, ez az Entrepreneur Operating System, amit egyébként mi is használunk az Indoniknál. Tehát ezt, hogyha elolvassátok, akkor kicsit tudtok csalni. Nekem augusztusban ez volt a házi feladatom, hogy ezt olvassam el, és gyakorlatilag minden meetinget, minden rendszert, minden struktúrát tudok belőle, mert ez alapján épül fel a cég, és ez csak azt mutatja, hogy megvalósítható maga ez a rendszer. Hogyha így építed a struktúrádat, akkor tudsz egy folyamatos traction-t, folyamatos haladást elérni. És az utolsó emberről, majd
még nem mondom. Játszunk egy újabb, utolsó képfelismerős. Ő kicsoda. Mondjad? Nem. Edison. Ha nem, Edison. Igen, igen, igen. Edison. Ő. Elon Musk. Na, kicsit többen ismertétek már, igen, igen, igen. Elon Musknak is van egy önéletrajzi könyve, ezt szerintem meg is van itt a könyvtárban. Én angolul vettem meg és olvastam el, de azóta megjelen magyarul is, lehet, hogy úgy jobb. Nagyon vastag, nagyon sokat írt róla ez az Ashley Vance. És simán lehet úgy olvasni, hogy ötöt lapozol benne, mert amikor belemegy a munkatársainak élettörténetébe, meg az autók, meg az űrrepülők technikai hátterébe, az nem biztos, hogy mindenkit annyira érdekel. Cserébe maga a sztori a fasziról nagyon izgalmas, hogy oké, egy zseni, és nyilván korunk egyik nagyja, de azért rámegy például egy család, meg egy élet arra, hogy ő ilyen sikereket ér el. Az, hogy ő hogyan építi fel például űrkutatást, tehát ezeket így nem tanulta, érdekelte a sztori, és szervezett egy konferenciát az űrkutatásról, oda elmentek előadónak a legnagyobb agyak, akiket utána ő felvett magához, és így meg volt a recruitment, tök egyszerűen, akik a legnagyobb agyak, ugye, akik konferenciákon előadnak. És hasonló módszerekkel, hogy egyik startupjából fizeti a másikat, nagyon izgalmas, és amiért itt sorolom, mert itt a harmadik úriemberrel együtt ugyanaz a hitvallásunk, az ötlet csak 1%, a megvalósítás a 99. Hogyha lenne tetkón, biztos, hogy ez lenne rám írva. Ezt még Edison annó úgy mondta, hogy az ihlet csak 1%, a verejték a 99. És azóta ez nyilván formálódott, de gyakorlatilag ebbe hiszünk mindannyian, én is a csapat, hogy csak nyugi, és hajrá az executionbe. Ezzel meg is köszönöm a figyelmeteket, hogyha bárkinek kell segítség, keressetek nyugodtan. Köszi. De jó. Vannak-e kérdések? Nincsenek. Jó, oké, akkor köszönöm szépen.